Mindenkinek megvan az elképzelése arról, hogy mit jelent az, hogy végzetes asszony. Ugyanakkor mindegyikünkben rejlik egy kis végzetes asszony. Nehéz azt leírni, hogy milyen kár, mert pont olyan, mint te, vagy mint te, vagy mint bárki más. Lehet ő szenvedélyes, lehet ő akár naív is lehet. Sokféle lehet, és nem hiszem, hogy megvan az a sztereotípia, hogy csak ilyen, vagy csak olyan féleképpen lehet ezt játszani. Én is megpróbálok magamból kiindulni, és helyenként azt hozzátenni, amit én érzek. Lehet, hogy egy kicsit romantikusabb vagyok, mint amilyen a szerep kéne legyen, de én ezt érzem. Azért utálja Zsozét, mert hogy szereti. Ez a szerelem egy olyan dolog számára, amit ő nem akar elfogadni, mert ha elfogadja, akkor lemond a szabadságáról, és ő erről, ez az egyedüli dolog, amiről nem szeret lemondani. Kihívás nagyon sok szempontból a szerep, mert nehéz hangilag, zeneileg, sok érdekes dolog van benne, ugye mozogni is kell, de remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog az én Carmenem.